A hiteles tájékoztatás nagy felelősség, emelte ki köszöntőjében dr. Schiffer Rózsa. Zala megye kormány megbízottja elmondta, a megyei szervek kiemelkedően jó kapcsolatot ápolnak a sajtó képviselőivel. Elhangzott, a kormányhivatal számára is rendkívül fontos az újságírók munkája, hiszen a segítségükkel könnyebben eljutnak az információk a lakossághoz. A munkájukkal mi óriási eredményeket érünk el, hiszen a kormányhivatal munkáját népszerűsíti a sajtó, segít új rendelkezések bevezetése esetén az állampolgárokkal tudatni, hogy milyen szabályok vonatkoznak a széles körű állampolgári rétegekre, milyen lehetőségeik vannak az ügyintézés kapcsán, és mivel az elmúlt években a kormányhivatali rendszer állandó reform alatt volt, annak érdekében, hogy a szolgáltató állam megvalósuljon, ezért ez az együttműködés nagyon eredményes. A megyei előjárók kiemelték, az európai véleményekkel ellentétben Magyarországon mai sajtószabadság van. Elhangzott, a nem kormánypárti sajtó orgánumok is szabadon tudósíthatnak a helyi és országos eseményekről egyaránt. Ma Magyarországon sajtószabadság van, hisz bárki bármit leírhat, legyen az közösségi média. Európában pedig azt látjuk, hogy a hiteles tájékoztatás az csorbát szenvedett. A híreket, hogyha nézzük, akkor az emberek nem ugyanazzal a valósággal találkoznak. A magyar emberek látják és tudják, hogy a nemzet Magyarország megmaradásának egyetlen útja van, hogyha párhuzamos társadalmakat nem építünk ki, hanem a családokat, a gyermeket, nemzést elsősorban helyezzük. A megye elöljárói végezetül köszönetüket fejezték ki a sajtó munkatársainak. Kiemelték, remélik, hogy kapcsolatukat a kölcsönös együttműködés jellemzi a jövőben is.